Baleset sérültjeit látják el a mentők, majd miután stabilizálták az állapotát, beteszik a mentőhelikopterbe és indulnak vele a kórházba. A legsúlyosabb sérülteket és betegeket a délalföldi régióból ide a szegedi klinikára szállítják. A mentőhelikopter leszállót éppen 4 éve adták át. A sürgősségi betegellátó osztályhoz építették, hogy a baleseti súlyos sérültek, a szívinfarktusos betegek és a transzplantációra várók a lehető leggyorsabban kapjanak egészségügyi ellátást. A Magyar Hang írta meg, hogy a klinika műszaki hiba miatt heteken át nem tudta fogadni a légi mentőket. A mentőhelikopter leszállópálya épületében 2 lift van, és további 3 az épület új részén belül. Ezek közül tegnap csak 1 működött. A mentők is a várótermeken keresztül tudták a betegeket bevinni a vizsgálókba. Információink szerint folyamatosan rosszak a liftek, a leszállópályához vezetőt is 3 hétig nem lehetett használni. A klinikai központ közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy a liftek kötelező felülvizsgálata során találtak olyan hibát, amely nem tette lehetővé a folyamatos és biztonságos működést. Ezért a végleges javításig üzemen kívül helyezték a felvonókat. Ezért 3 héten át a repülőtéren szállt le a betegekkel a helikopter, ahonnan mentővel vitték őket tovább a kórházba. Ez plusz 15-20 perces út. Úgy tudjuk, mára megjavultak a felvonók, így újra tudják fogadni a klinikán a mentőhelikoptert. Ezt az információt adásunk előtt nem sokkal az Országos Mentőszolgálat is megerősítette.